Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Köszöntelek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi jóslás július 19-ig. Ezek a kártyák az új kártyáim, gyógynövény kártyák. Mutatom a csomagolást is. Összesen 200 kártya, 200 megnevezés, és kezdeném is vele a jóslást. Hétvége, péntek, szombat, vasárnap. Most gondoljatok valakire, hogy mi várható tőle, vagy gondoljatok magatokra, hogy mi várható nálatok. Kezdem a pénteki nappal. Ez a gyógynövény, Beinvel, én így a német kifejezést ismerem, ezt le kell, hogy fordítsam majd magyarra. Ez a gyógynövény nyugalmat jelent, de visszahúzódást is. Az arra utal, most kell nektek ez a nyugalmi állapot, legyetek visszahúzódóak, de az is lehet, hogy a ti párotok visszahúzódó jelen pillanatban. Amikor így belülre tekintetek, ott észreveszitek azt, amit ez a gyógynövény jelent, hogy így sok lehetőség van az életetekben, vagy az ő életében, így jönnek új gondolatok és ötletek, mutatja ez a gyógynövény, Éber Raute. A harmadik kártya arra utal, hogy itt megbecsülés lesz, így hívják ezt a növényt is, Ehrenpreis, ami ére megbecsülést jelent lefordítva. Tehát pénteken kell a visszahúzódás, hogy legyenek új gondolatok, ötletek, és jön a megbecsülés. A szombati napon. Ez a gyógynövény arra utal, ha van egy bírósági ügyetek, vagy egy procedus, itt lesz egy jó eredmény, ti győzni fogtok. Ez a növény mutatja a belső erőt, és azt is, hogy itt le fogtok ti gyökerezni. Ez a növény Beerenwurz, erősíti a szívet. Tehát kaptok valamit, ami a ti szívetekkel áll összeköttetésben, az lehet egy szerelmes levél is, vagy az, hogy ő jön hozzátok, és ez erősíti ezt a szerelmi kapcsolatot. Vasárnap. Ez a növény mutatja az életerőt. És ha itt tovább nézzük a képeket, Goldmari, az a Holle anyu meséből van, amikor az arany esik és szerencsét hoz. De gondoljatok a mesékre is, valami mesebelien alakul az életetekben, ami adja ezt az erőt számotokra. Bazalikum a fényt jelenti, itt valami kitisztul, vagy kiderül a valóság. És ez volt a hétvégi jóslásom. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!